Felerősödött a migrációs nyomás a Balkánon, ezt hangsúlyozta Szijjártó Péter Montenegróban. A Podgoricában tárgyaló külgazdaság és külügyminiszter arról beszélt, hogy riasztó hírek érkeznek. Ezzel folytatjuk. 25 kilométernyi kerítést biztosít Magyarország Montenegró számára annak érdekében, hogy az albán-montenegrói határ legsebezhetőbb szakaszát meg tudják védeni, és készen állunk arra is, hogy további segítséget nyújtsunk Montenegrónak, akár csak Macedóniának, tekintettel arra, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy ne a mi déli határunk legyen az első védvonal a Nyugat-Balkánon, a Nyugat-Balkánt követően, amely képes megállítani az itteni, ezeni térségen keresztül észak felé áramló bevándorlási hullámot. Vendégem pedig Bakonda György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadó. Jó estét kívánok! Folytassuk egy kicsit Szijjártó miniszter úrnak a mondataival. Arról is beszéltünk Montenegróban, hogy hát a korábbiaknál 2015-öshöz hasonló, vagy még talán annál nagyobb fenyegetés várható. Mire alapozzák ezt? Hát egyrészt nyilván a Montenegró előtti térségek migrációs mutatói. Görögország, Törökország. Hát így van, Görögország és Törökország, sőt adott esetben még azon túlnyúló is, az Afganisztánból elindult és úton levő, vagy Bangladesből, Pakisztánból elindult és úton levő emberek, akik esetleg már információkkal bírnak, és hát Montenegróban is ugye alapvetően azért tehát a balkáni útvonal egyik fő útvonalává vált, ez a Montenegró, Albánia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Horvátország és úgy tovább Szlovénia és esetleg onnan Olaszország, mert az osztrák hatóságok eléggé szigorú határozatot visznek, és nyilván ezek az információk, ezek tényadatok lehetnek, illetőleg bizonyos prognózis készítő, vannak szolgálatok, akik ilyen prognózis készítéssel foglalkoznak, és ezek nyilván eljutottak a montenegróiakhoz is, meg természetesen hozzánk is, és látva az adatokat és látva a mozgásaktivitás jelentős növekedését, kétségtelen, hogy kialakult a balkáni útvonalnak egy tartós új főútvonala, ugye korábban Macedónia, Görögország, Macedónia, Szerbia és a magyar határ volt, aztán egy rövid ideig román irány is, mintha aktivitást mutatott volna, és most arra azt lehet látni, hogy bár nem egy esetben nehéz terepviszonyok között, de a fő irány áttevődött ezekre az országokba, és hát sajnos itt ezeknek az országoknak az egyébként is meglévő belpolitikai problémái, nemzetiségi összetételük, és egyáltalán a Balkán helyzete az önmagában is nagyon komoly figyelmet kell, hogy érdemeljen, még a migrációtól függetlenül is, így, hogy jelentős migrációs nyomásnak van a térség kitéve, ez további jelentős kockázatokat jelent, amelyet érdemes megfelelő komolysággal az Európai Unió vezetőinek is végig gondolni azokba a kis szünetekbe, amikor éppen Magyarország és Lengyelország leszkésztetése mellett esetleg volna egy kis idejük erre. 25 kilométer kerítés megépítését ajánlotta föl a miniszter ott a határa. Ez mire lehet elég? Hát ez pontosan 25 kilométer kerítés megépítésére lesz elég. Ugye korábban is szállítottunk kerítésanyagokat más országoknak, Szlovéniának például, és ajánlatot tettünk arra, hogy másokon is segítünk. Például Macedón határon is épült a kerítés anyagainkból, és mind a mai napig Szlovénia és Szerbia után Macedóniában magyar rendőri kontingens is van kint. Mi komolyan gondoljuk, és minden rajtunk múló dolgot megteszünk annak érdekében, hogy segítsük a határőrzetet ezekbe az országokba, vagy a magyar határtól és az Európai Uniónak a schengeni határától minél nagyobb távolságban megkezdődjön a szilárd határőrzet kiépítése, amelyre vonatkozóan számos javaslatot tettünk az Európai Unió számára, amelyet hát nem fogadtak el abban az időszakban, ez 15-16-ban volt, amikor nagyon el voltak foglalva a Willkommen Kultúr ünneplésével. Most arra a helyzet azért jelentősen megváltozott Európa szerte, részben ugye új politikai pártok, új kormányok kerültek hatalomra, részben pedig a belbiztonsági helyzet jelentős nagyságrendű romlása okán
a lakosság körében rendkívüli nyugtalanság tapasztalható ott. Na most ez ott is van ilyen természetesen, ilyen lakossági nyugtalanság, és Európa szerte is növekszik ez, és talán a legutóbbi európai tanácsülés mutatja, hogy jelentősen változik talán az európai álláspont, egyre markánsabban és világosabban fogalmazódik meg a külső határőrizetének igénye, illetve az Európai Unió területén kívüli hotspotok létrehozásával kapcsolatos újszerű elgondolás, amelyet 2016-ban a magyar miniszterelnök javasolt. Na jó, de hát most ez mintha fél siker lenne akkor, nem az elmúlt héten elért. Tehát azt, hogy az Európai Unió területén senki nem akar ilyen hotspotot a saját területére. Még azon kívül se egyelőre, tehát ezen azért még dolgozni kell majd sokat. Az egy veszély állt fönt a tárgyalások során, hogy miszerint ilyen félig zárt táborokat hoznának létre az Unió területén belül, ahonnan aztán esetleg szétosztják, mégiscsak egy ilyen kvóta szerint. Azonban úgy lehet látni, hogy ez a kvóta, ennek a támogatottsága most már elért a kritikus határt, és hát most ami a nagy kérdés még az Európai Uniós választások előtt, amelyik nyilván majd megváltoztathatja az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a tanács összetételét is. Az a nagy kérdés, hogy mi az, amit még meg lehet tenni annak érdekében, hogy a belső biztonságban megjelent rendkívül radikális romló körülmények, terrorcselekmények, köztörvényes bűncselekmények minél kisebb arányok legyenek, és hogy elkerüljük azt, hogy valami fajta értelmetlen kvóta mégiscsak előkerüljön valamelyik tárgyalási bugyorból. A másik, amire nagyon figyelünk, ez pedig nyilvánvalóan a német kormány helyzete, hiszen mi abban vagyunk érintettek és érdekeltek, hogy erős gazdasággal, erős kormányzata legyen Németországnak. Úgy fogalmazott, amit még meg lehet tenni, hát ezek szerint hát jó a helyzet. Hát nyilván arról tárgyalnak, tehát azért merült fel ez a hotspotok, hogy akik most Németországban is a fővita azon forog, hogy ha már valakit regisztráltak valahol, és megjelenik a német határon, akkor ezt vissza lehet küldeni, vagy nem lehet visszaküldeni. Megítéseim szerint vissza lehet küldeni, és azt is gondoljuk, hogy akik... Tehát egy dolog, hogy lezárjuk a határt, és talán a továbbiakban az illegális beáramlást megállítjuk. Másik nagy kérdés, hogy mit csináljunk azokkal, akik bent tartózkodnak Európába, és most már szinte valamennyi európai ország jogrendje szerint a menekült kéremüket elutasították. Ki kellene őket szállítani valahova, részben jogi készültség segíti az ő munkájukat, hogy mit mondjanak a fellebezés, részben illegalitásba húzódnak, részben eldobálják az okmányaikat, nem lehet megállapítani, honnan jöttek egész pontosan, és hát a kiinduló országok is nem mutatnak túl nagy hajlandóságot a visszafogadásra. Tehát bonyolult helyzet, és itt mutatkozik meg, hogy milyen sikerre vezetett a magyar kormánynak a konzekvens migrációs politikája, hogy azok az országok, amelyeket nevezhetünk nyugodtan bevándorló országnak, ahol nagyon nagy idegen népesség jelent meg illegálisan, és a mi hazánk és a velünk szövetséges országoknak a belbiztonsága összehasonlíthatatlanul más, és ez bizony kihat a társadalmi hangulatra, és kihat a gazdaság működőképességére is. Ugyanakkor van egy nemzetközi szervezet, az ENSZ, amelyik még továbbra is erőlteti ezt a bizonyos migrációt. Azt mondják, hogy elkerülhetetlen, és hogy ezzel foglalkozni kell. Ön az elmúlt napokat azzal töltötte, New Yorkban az ENSZ-ben tárgyalt. Igen, de szerencsére nem a migrációs paktummal összefüggő egyeztetéseken vettem részt, hanem a terrorizmus elleni fellépés ENSZ szintű erőfeszítéseiről volt szó. Van egy 6 évvel ezelőtt elfogadott szerződés, amelyiknek a 2 évenkénti felülvizsgálata zajlik, és most először a 2 éves felülvizsgálat mellett a jövővel is foglalkoztak az ENSZ közgyűlés plénumán, illetve az ENSZ nagy közgyűlés termében jelenlevő több mint 100 ország képviselői, mégpedig a jövőben azt, hogy mit tegyünk a terrorcselekmények felderítése, időben történő megelőzése, az elkövetők vagy potenciális elkövetők kiszűrésére, akár titkosszolgálati módszerek, akár információcsere, akár élenjáró módszereknek a megosztásába. Ebben van előrelépés. Érdemi előrelépés? Hát minden esetre az biztos, hogy fölmerültek olyan kérdések, amelyek a információ megosztást segítik, de talán a leglényegesebb kérdés ez pedig a terrorista ellenes nemzeti megbízottak hálózatának a kiépítése, mert ugye
ha keletkeznek terrorizmussal kapcsolatos információk, ezt azért nem lehet föltenni csak úgy az internetre, mert ugye ez bizalmas, vagy ha tetszik, akkor szenzitív adatok. Viszont hogyha a rendőri és titkosszolgálati gyakorlati tapasztalattal és információkkal rendelkező nemzeti megbízottak vannak, és azok ismerik egymást, akkor már az adott országok az információ megosztásában előbbre vannak, mint hogyha egy nagy bizonytalan, hogy most akkor mégis ki kell tudatjuk ezeket az információkat. Ebben előrelépést látok, és abban is, hogy az ENSZ-nek az illetékes vezetőit, elsősorban a Voronkov úrra gondolok, aki az ENSZ terrorista ügyekben illetékes, terrorelhárítás ügyekben illetékes főtitkár helyettese, de a főtitkár úr maga is, hangsúlyozta, közgyűlés elnöke is hangsúlyozta, hogy erőfeszítéseket kell tenni a terrorcselekmények megelőzésében, vagy időben történő felszámolásában. Mikor állhat föl ez a szuper elhárítói hálózat? De ez nem egy szuper elhárítói hálózat, mert az elhárításnak megvannak a nemzeti keretei, és megvan egy viszonylag jó működő rendszer az Európai Unióban. Ugye itt azért világméretekről beszélünk, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Itt nem lehet olyan adatokat cserélni, amelyek mondjuk terroristák mozgásával, hátterével, logisztikai támogatásával kapcsolatos titkosszolgálati információ. Ezért próbál az ENSZ ilyen nemzeti megbízottak hálózatát kiépíteni, akik aztán mérlegelési, információs átadási és nemzeti koordinátori feladatokkal képesek akár az érintett államok összehangolt tevékenységének a támogatására. Bakondi György volt a vendégem, köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm.